Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki online követ bennünket. Azért hirdettük meg a Demokratikus Koalícióval ezt a mai sajtótájékoztatót. Orbán miniszterre szerint csak a kiváltságosoknak jár a kultúra, de Budapest intézményei ajtót nyitnak a rászorulóknak címmel, mert 12 év Orbáni kormányzás után lehult a lepel, Csák János kulturális és innovációért felelős miniszter mondataiból végre kiderült, hogy az oktatás és az egészségügy mellett most már a kultúra lezüllesztése is a kormány céljai közt szerepel. Csák János szerint ugyanis a kulturális intézményeket azoknak kell eltartaniuk, akiknek pénze van rá, vagyis nem pusztán ennek a szektornak a kivéreztetése és a megszorító csomagja következik Csák János mondataiból, hanem az is, hogy mindenfajta emberség és szolidaritás kiveszett már az Orbán kormányból, már ha beszélhettünk egyáltalán erről a köreikben. A Demokratikus Koalíció elutasítja az Orbán kormány kirekesztő felfogását, amely szerint a kultúrából kizárólag a kiváltságosok részesülhetnek, hiszen a DK szerint azoknak a magyar embereknek is joguk van a kultúra fogyasztásához, ahhoz, hogy értékesen tölthessék az idejüket, művelődhessenek, könyvtárakba, színházakba, múzeumokba járhassanak, aki az energiaválság és a megélhetési válság miatt ezt most nem engedhetik meg maguknak. A kulturális és szabadidős intézmények megfelelő mértékű pénzügyi támogatása pedig úgy a kormány, mint az önkormányzatok feladata. Ezt a szemléletet képviselem én Budapest főpolgármester helyetteseként is, ezért indítottuk el a fővárosban például a nappali menedékprogramot, amelyben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Budapesti Történeti Múzeum, illetve a Budapesti Művelődési Központ is várja mindazokat nagy szeretettel és nyitott ajtókkal, akiknek adott esetben most nagyon nagy segítséget nyújthat, hogyha házi feladatot, következő napra való munkafelkészülést, vagy bármi olyasmit kell írniuk, olvasniuk, amire mondjuk adott esetben oda-haza, egyszerűen a rezsiválság miatt nincs lehetőségük, mert a hidegben és a sötétben töltenék oda-haza egyedül ezt az időszakot. Ennek lényege, hogy akik a 7-szeres rezsiemelés miatt súlyos problémát szenvedtek az életükben, azok valahogyan ebből elkezdjenek kulturális, illetve munkapiaci értelemben is kiszabadulni. A diákok házi feladatírással, más olvasással, internetezéssel tölthetik a szabadidejüket. Látszódik is egyébként a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár beiratkozási statisztikáiból, hogy több ezerrel nőtt a látogatószám, vagyis erre még a fővárosban is nagy szükség van. Ezen felül további kulturális és szabadidős lehetőségeket biztosítunk a rászorulóknak. Tavaly például az ünnepi időszakban a Palatinus strandon működő Lumina Parkba tudtak elmenni ingyenesen rászoruló család, illetve hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekeknek nyújt a Városligeti Műjégpálya olyan korcsolya kuponokat és ingyenes korcsolya bérlési lehetőségeket, ami alapján ők nem szorulnak ki a sport és kulturális lehetőségekből. Mindezeken kívül tovább keressük annak a lehetőségét úgy a Demokratikus Koalíció polgármestereivel, akik szintúgy rezsimenedékeket hirdettek a saját kerületeikben, valamint a fővárosi önkormányzat legfelsőbb vezetésével, hogy azoknak, akik akár munkanélküliként, akár alacsony jövedelmüként, diákokként, nyugdíjasként szeretnének kulturális intézményekbe járni, színházba, múzeumba, könyvtárba, nekik lehetőségük teremtődjön erre. Amellett, hogy az Orbán kormány Budapestet is súlyosan bünteti azért, mert Budapest nem oda szavaz, ahova a kormány szeretné, 100 forintból 98 forintot vonnak el jelen pillanatban Budapest főváros önkormányzatának költségvetése, tehát ilyen súlyos helyzetben van, ennek ellenére látjuk azt, hogy mindenféleképpen a kulturális szektorért felelősek vagyunk, és azokért a honfitársainkért is, akik most kiszorulnának a kultúra fogyasztásából. A DK tehát elutasítja az Orbán kormány kirekesztő felfogását, mely szerint csak kiváltságos keveseknek jut a kultúra fogyasztás. A Demokratikus Koalíció szerint azoknak a magyar polgároknak is joguk van kulturálódni, illetve értelmesen tölteni a szabad időt, ami nem pusztán azt jelenti, hogy számukra jobb életminőséget tudunk nyújtani, hanem azt is, hogy társadalmi szinten föl tudunk emelkedni. Na,
ez a cél, az a cél, hogy végre sokak Magyarországát teremtsük meg. Ez segíti a társadalmi szakadék összehúzását, segíti azoknak a helyzetét, akik most az élet napos oldalából nem tudnak részesedni. A DK segít, Budapest segít. Köszönöm, hogy meghallgattak.